Éppen nyolc éve épült meg Magyarország déli határészén a kerítés, azóta mint egy millió illegális migránst tartóztattak fel a hatóságok. Bakondi György a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a vendégem. Jó estét, Jó üdvözlöm! Estét. Hát ugye volt itt Covid, ami kicsit lelassította ezt a migrációs nyomást, de az utóbbi időben megint arról kell beszélni, hogy egyre inkább növekszik ez a nyomás, és hát szakemberek is azt mondják, hogy már most érezhető, illetve prognosztizálnak egy még erőteljesebb euh, migrációs nyomást a különféle problémák talán, miatt. Mire számít? Talán ön? egy megjegyzést ehhez a COVID-hoz, hogy világos legyen a kedves nézőknek, hogy tehát azért csökkent, mert a Balkáni útvonal valamennyi nemzetállama, a lakosság védelmi érdekével lezárta a határait, bevetették a hadsereget, és hát olyan szigorú rezsimet vezettek be, amely lehetetlenné tette a migránsok áthaladását, illetve az embercsempész tevékenységet, vagy legalábbis jelentősen lefékezte. Valóban egy millió fő, ez így, mikor összeadja az ember az elmúlt nyolc év adatait, akkor ijesztő nagy számok jönnek ki. Ha és amennyiben nyolc évvel ezelőtt mi nem építjük meg a kerítést, nem ismerjük azt föl, hogy tömeges, erőszakos, illegális bevándorlókkal szemben műszaki akadályrendszer nélkül nincs esély a rendőri fellépés hatékonyságának a garantálására, ha nem jön ehhez a jogi hatázár lehetősége, akkor bizony ez az egymillió ember keresztül gázolt volna Magyarországon, és most valahol Németországban, Franciaországban toporogna, vagy Ausztriában. Hozzá szeretném tenni, hogy ez a hogy mi történne, ha nem lett volna a kerítés, azért az építést megelőző hetekben jól lehetett látni azt az embertömeget, amire a keleti pályaudvarnál, vagy a hegyes halom felé vezető m 1 való gyaloglás közben felvett a kamera, és megörökítette ezt a pillan ezeket a pillanatokat. Ez egy súlyos a közbiztonságot, a magyar emberek biztonsági fenyegető helyzet volt, amelyik intézkedésre kényszerítette a kormányt, akkor is, hogyha ö, a nyugat-európába de mindenképp Brüsszelbe ez a magyar lépés egyáltalán nem nyert el a a tetszését, és a hazai ellenzéki pártok is valamennyien ellene fordultak ennek a, ennek a lépésnek. A magyar lakosság azonban nagy többséggel, több mint 3,5 millió ember szavazatával támogatta ezt az elgondolást, és azóta is nagyobb a határőrizet, a biztonsági érdekében folytatott tevékenységünk lakossági támogatása, mint mondjuk a kormánypártok támogatottsága. Viszont amit látunk, hogy 15-höz képest a politikai támadások Követően egyre több ország mintául vette a magyar példát, és egyre inkább szigorítottak a különféle intézkedéseken, ami viszont állandó az az embercsempész csoportokkal való harc. Újabbnál ö, újabb Eszközökkel próbálkoznak. És ugye most egy ilyen új jelenség, ami nem tudom, hogy pontosan mit jelent, hogy nagyobb csoportokat átdobnak a határon. Ez konkrétan hogy kell elképzelni? Képzelj el, hogy mondjuk egyszerre 180 200, 250 ember rohamozza meg a kerítés különféle pontokon, mondjuk 19 helyen például ez a nagy csoport kerítésen, 19 hely színen átmásznak a közbe kiérkező rendőri erőket legázolják, hiszen tömeghatás miatt, és megpróbálnak a mélységbe jutni, ahol aztán további embercsempés szállítók várnak rájuk, hogy tovább. Berohannak, ahol már várják de, őket? Hát berohannak az erdőbe, és megpróbálnak eljutni oda, ahol várják őket, de mivel a magyar hatázeti rendszer ez több létsős, több vonalas hatázetet valósít meg, ezért természetesen a mélységbe zárásokat hajtanak végre a rendőrök, és az átjutottakat ilyenkor is nagy többség össze lehet szedni, és az odaérkező embercsempészeket is föl lehet tartozhatni, vagy el lehet fogni, de ez kétségtelen, ez egy új jelenség. közelmúltba jártam a kormány szóvívőasszonyja lent Röszkénél, és mutattuk azt be, hogy milyen kövekkel, hatalmas fausángokkal milyen a acélgolyókat lövöldöző csúzlizással működnek az embercsempészek, amelyekkel a haderzeti feladatot ellátó rendőreinket támadják. Úgyhogy ez egy veszélyes szituáció, túl azon, hogy a határ túloldalán, a magyar határ közvetlen közelségében egyre súlyosabb közbiztonságot fenyegető jelenségeket is tapasztaltunk az elmúlt hetekben. Újhelyi István ö, fogalmazott most úgy, ő kikérte a különféle adatokat a BVOP-től, hogy több mint ezer ö, embert engedtek már szabadon embercsempészt, és a politikus azt mondja, hogy a magyar kormány azt sem tudja, hogy ezek a szabadon engedett embercsempészek egyáltalán elhagyták-e Magyarországot, mert ugye ilyenkor el kellene hagyni az országot, hogy a magyar kormánynak fogalma nincsen -e arról, hogy mi történik a szabadon engedettekkel. Ezt mennyire tudja megerősíteni? Hát először is azt tudom megerősíteni, hogy Újhelyi úrnak a vélemény elég gyakran változik, mert én visszaemlékszem, hogy 2015-ben ő neki az a véleménye, hogy, hogy a pártjának is, az MSZP-nek, hogy hát tulajdonképpen nincs szükség a kerítése, és az egész migráció, ez egy kitalált áll probléma, ami, ami tulajdonképpen a Fidesz találta ki, és hát nem, nem is kell ezzel foglalkozni ő magának számos nyilatkozata volt, és számos esetben Magyarországot elítélő határozatokat szavazott meg az Európai Parlamentbe. Most ez a hirtelen feltámadt agodalom, hát azt szeretném mondani, hogy tehát ugye csak olyan embereket engednek ebbe a speciális őrizeti formába, akik csak ezt az egy cselekményt, tehát ha már ezzel egy időben valamilyen más bűncselekményt is elkövetett, akkor erre nem kerülhet sor. Az pedig, hogy most ezt nyilván tartják, vagy nem tartják, ugye, tehát az, hogyha valakit szabadlábra érzenek, ezek az emberek legálisan tartózkodtak az elfogásukkor Magyarországon, tehát ők nem illegálisan léptek be a határon, van úti okmányuk, teljesen természetes, hogy el fognak utazni oda, honnan ide érkeztek Magyarországra. Az pedig, hogy ezeket nem regisztrálják, hát ez, ezt is szeretném mondani, hogy Schengen tagjai vagyunk, ezért a Schengeni határon való átlépésnél nincs határforgalom ellenőrzés, ezért nyilván senki nem tudja ellenőrizni, hogy a belépő vagy a kilépőnek, milyen okmánya van, vagy milyen célból hova utazik. Ez a Schengeni vívmányoknak az egyik nagy eredménye. Egy, nagyjából ide tartozik, de azért egy kicsit más téma. Ugye Szlovákia most 500 katonát küld a magyar határa, hiszen ott is nő a migrációs nyomás, egyébként feltételezik, hogy nem Magyarország miatt. Ám de van olyan sajtóorgánum, amely egy szlovák pártot idéz, ugyanis ez a párt azt mondja, hogy nem tartja kizártnak, hogy Magyarország direkt küldi Szlovákia Ugyan, irányába ezeket az illegális menekülteket, hogy ezzel Befolyásolja a szeptember végi parlamenti választásuk kimenetelét. ez mit szól? Ez abszurd, abszurd felvetés. Nem szeretnék ilyen szlovákiai belpolitikai kérdésekbe belebocsátkozni, mert nincs meg hozzá a megfelelő tájékozottságom, de eléggé rossz indulatú feltételezés, hogy Magyarország, aki 2015 óta, 8 év óta szintén támadják azért, mert őrzi a külső határait, és védelmezi többek között Szlovákiának a, a területét is, hogy oda ne százezer számra, meg millió számra érkezzenek illegális bevándorlók, hogy most egyszer csak gondolt egyet, aztán oda küldözgeti a hatásértőket. Ez egyébként a mindennapi, a nem, mindennapi nem? rendőri gyakorlat is azt mutatja, hogy bár a Schengeni belső határnál nincs ellenőrzés, határforgalom ellenőrzés, de azért a, az arra vetődő embercsempészeket nagyon gyakran a magyar rendőrség üldözőbe veszi, sőt átüldözött szlovák területre is, ahol a szlovákokkal, a rendőrérőkkel közös ellenőrzéssel sikerült elfogni az embercsempészt, azt pedig hát ez az 500 katonát egyelőre készenlétbe helyezték annak érdekében, hogyha az határozati operatív helyzet ezt igényli, akkor be lehessen vetni őket a határőrizet érdekében. Ezt nem ritkaság, mi is alkalmaztunk katonákat, Ausztria is alkalmazott katonákat. Szlovákia, ha úgy dönt, hogy ilyen módon akarja a zöld határőrizetét megerősíteni, erre szuverén államnak joga van. Bakondi György, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.